Minden-minden el összefügg. Van uh -huh. olyan, hogy, hogy a szorongásnak a biológiai hátterében van egy genetikai hajlam, de ugyanez a sérülékenységre való hajlam találkozik gyerekkori káros érzelmi hatásokkal. és ezeknek a kölcsönhatása együttesen vezet ugye, a tartós szorongásos problémákhoz. Sziasztok, köszöntünk benneteket egy újabb és boldogan éltek epizódban. Ezután nem a hős útján lépkedünk, mert hát ezt a mai reggelt ezt nem túl hősiesen éltük meg, bár igazából hősieségünk bizonyítéka, hogy itt vagyunk, igazán. A doktor Kárár Anna Máriával. Sziasztok! Vasárnap reggel 10 óra van. <laughs> és ébredezünk. Igen, ezt emlegetni, hogy ez azért nem a komfortzónánk. Na de hát most már bár az elsőra első ugyanolyan nehéz. Bármikor ébredünk fel, vagy legalábbis én. <laughs> és az első kávé után már valahogy <laughs> Funkcionálunk. Igen, és gondoltuk, hogy meglepünk benneteket egy újabb ilyen mackós kis is szelfivel, úgyhogy azt majd ki is tesszük, vagy már kitettük az instafész felületünkre, hogy hát mi így nyomjuk ezt a reggel. De szorongani semmiképpen nem szorongunk tőle, igaz? Csak hát úgy egy kicsit próbára tesszük a komfortzónánkat. Igen. Mert hogy? Szorongásról viszont az elkövetkező percekben lesz szó. Hát ilyenkor szokott az lenni, hogy mindketten az elején nagyon mosogunk, és aztán legutóbb nem is melyik is volt az a, az impostor szindrómás rész volt, amikor végeztünk, és így mondtam annak, hogy hát Anna hallod, ebbe annyi mosolygás, meg annyi kacai azért nem volt, és mondtad, hogy hát amikor ezt kibeszéltük, akkor ugye a témába erre arra buk, de a nem nagyon folytogatott a röhögés. És amikor készültem erre a maira, hát hallod egy párszor én is így összekulcsoltam a kezem, úgy támasztottam a fejem, nem volt ez egyszerű, anna már a készülés sem, ugye a szorongás lesz a mai műsor középpontjában. Igen, átküldtem pont reggel neked azt a fekete emberes játékot, nem tudom, elolvastad? Vagy meghallgattad? Csak belenéztem. <laughs> nem, 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 csak belenéztem, de amikor csináltuk a hangpróbát, akkor ment el a hangod, és hirtelen bepánikoltam, ezért bezártam, úgyhogy nem tudtam végignézni. <laughs> Na hát azt szerintem mindenképpen linkeljük be a közönségünknek, Igen. mert lehet, hogy ők is játszották ezt a játékot, ezt a fekete emberes játékot. Hát én így utólag, mert tudod, voltak bennem így, hát ilyen halvány, ilyen emlék foszlányok, hogy hogy is zajlott ez a játék. Lényeg az, hogy ilyen erős félelem érzetet lehetett megélni közben, és a szempő zenekarnak van is egy ilyen dal, is meg lehet hallgatni, és úgy zajlott a játék, hogy, hogy mondja a gyerek, hogy anyuka éhes vagyok. Az anya mondja, hogy menj le a pincébe, ott az étel. A gyerek lemegy a pincébe, ahol a fekete ember megijeszti, ezért visszaszalad az anyjához. És azt mondja a gyermek, hogy anya, fekete ember a pincében van. Az anya lemegy a pincébe, de őt a fekete ember nem ijeszti meg, hanem sug neki egy számot, egytől tízig. És akkor a játékosok kérdik, hogy hol van a fekete ember a pincében mit eszik, emberhúst, mit iszik, embervért, minhár, vasságyon, hány párnán alszik, kilencen, és akkor uh, kezdik mondani, ugye a játékban, kézenfogva megy a kör, hogy uh, egy óra elmúlt, fekete ember nem jött, két óra elmúlt, fekete ember nem jött, és egészen addig, ameddig el nem érnek, ugye a sugott számig, ekkor a fekete ember kiugrik a pincéből, és a játékosok szaraszét szaladnak, és akit megfog a fekete ember, akkor az lesz a következő játékban, ugye átveszi a és komolyan mondom, így a gyomromban megjelent ez a zsigeri érzés, ez a. Anna, hogy elkezdted mondani, nekem beugrott a rémálom az Elmúcsában, film komolyan. Hát ez borzasztó <laughs> volt, ez nagyon <laughs> rossz volt. De hogy mennyit játszottuk Jaj. a tömbház előtt, és pont most kellett csak egy tréninget, így a generációs különbségekről, ugye ez az XYZ, meg Alfa generáció, és képzelde hm? van egy ilyen román játék, amik, amikben a játékok a Tömpház körül című gyűjtemény van, és képzeld, megtaláltam ezt a fekete emberes játékot, és az volt az érdekes, hogy... Ezt mindjárt megtudják a hallgatók, csak ebben a ponton muszáj elmondanunk, hogy köszönjük szépen a podcast pályán érztek a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt a műsort is támogatja, mert így még belefértünk az első percben, szóval mi történt a tömb körül? A tömbház körül, hogy nagyon sokan ugye az én generációmból, ugye akik a 70-es években születtek, hát ez egy ilyen nyilvánvaló játék volt, hogy hát a fekete emberes az minden több ház előtt. És nagyon szorongtunk, de ez nagyon fény. mennyi idős gyerekek játszották. Annak? Hát szerintem ez ezt óvodás gyerekek kortól játszották. felfelé egész. Jézus, a az én gyerekem nem megőszülne, hogyha ezt a dalt neki ez az ember teszik, meg vértet. És érdekes, és érdekes, érdekes. majd Jézus. a gyerekkori szorongásokról is fogunk egyszer beszélni. Aha. Érdekes, ez pont olyan tudod, mint a grimmesékben, a, a mindenféle rossz, meg negatív tartalom, meg a. A hamupipőkéből, amit Igen. sokat szoktál emlegetni a saroknak a csomkolás. A... Ugye ezt felnőttnek mennyire sokkoló, és ugye, a gyerek meg addig konvertálja, le, amik számára elviselhető. Hát a gyerekként a szorongás mellett ez az izgalom, ez a jófajta izgalom. Hát másképp, hogyha annyira féltünk volna, nem játszottuk volna, de mégis kellett, tudod, mint a mesében ez a feszültséget kelt, meg feszültséget vezet le. Tehát egy nagyon nagy felszabadultság érzés volt benne, és ott az a szempől, videóklip, azt is szerintem majd becsatoljuk az adás hát. linkje okay. mellé, hogy ott meg lehet nézni, hogy ez gyakorlatilag hogy zajlott. Nem tudom, hogy ti Magyarországon játszottátok ezt a játékot, vagy ez egy ilyen, mert ez, ez egy ilyen hosszú játék. Ha ezt mi játszottuk volna Magyarországon, akkor most nem ülnék itt, és nem beszélgetnék vele. Ez? ez biztos. Nem szájt, de meg, meghallgatom, és azóta így összekulcsol ülök mert hogy még a dallama is olyan volt, ]ata. mint tényleg a rémálom az elmúlt szában, valamelyik részben, amikor a gyerekek éneklik, hogy 9-10, senkiben sem víz, 6-7, Freddy hazatér, és így ez ki, tőle a hideg. Photos, a Na, de ezt is linked, de azt meg én ah nem ismerem. Ez az adás már most korhatáros, pedig a nem tudom, 8. percénél tartunk. Egy, de... <acum> <alack> Onnan terveztem kezdeni, Anna, egyébként az egyik cikknek, ami a vége volt, amit találtam. Úgy éreztem, hogy ez egy tök jó felütése lenne ennek a mai adásnak. Egy tanulmány szerint a szorongás tüneteivel élők alig több, mint mint harmada kap segítséget, már mint célzott kezelést, és az úgynevezett magasan funkcionáló szorongók esetében, mert hogy ez egy újabb ilyen hívószava a mai adásnak, ez még alacsonyabb lehet. Ezt egy pillanatra így itt hagyom, hogy emészgessük, mert nekem már ez is olyan volt, hogy így egy picit szorított amikor elolvastam. Hogy mi ennek az oka, többek között erről is beszélgetünk az előttünk álló percekben, de akkor menjünk vissza a tudatjukhoz vagy a tojáshoz. Anna, mit jelent maga a szorongás? Hogyan definiálja a pszichológia a szorongást, és mit nevezünk normális szorongásnak? Mikor jelent ez a szorongás problémát? Mert azért azt én is érzékeltem, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor a szorongás az normális. Mit tudom én egy, egy vizsga előtt, vagy mondjuk egy állásinterjú előtt, az az a jó leső izgalom, hogy húna, majd mit szólnak hozzám, biztos jó leszek -e? De nyilvánvalóan azért beszélünk erről, mert hogy ez viszont egy pszichológia hogy mondjak, ez, egy, ez egy diagnózis, nem, hogy valaki szorongó. És tök érdekes, a magasan funkcionáló szorongó viszont még nem leír diagnózis. Tehát szorongás. Igen, az nagyon jó, hogy mondod, hogy ö, idénként minden, mindannyian érzünk szorongást, vagy feszültséget, vagy nyugtalanságot, és ö, ez bizonyos szintig egészséges is, mert hogy fokozza a teljesítő képességünket. Ezt mindenki érezte a, a vizsgadrók, vagy akár sportban, munkahelyen, amikor versenyhelyzet van, hogy a, hogy a szervezetünk, amikor megéli ezt a fenyegetettséget, ugye ez végül is egy ősi reakció, hogy vagy elmenekül, vagy szembeszáll az ingerrel, ugye ez a fight or flight, ez a menekül vagy harcoly, és, és hogy ez mindig az életünknek a természetes része volt, és sokszor életmentő is, tehát szükséges, meg hasznos reakció. És a problémát akkor jelent, amikor, amikor már ennek az egésznek az intenzitása, a gyakorisága az olyan magas, hogy, hogy egyszerűen valahogy úgy, mint a polipnak a karjai, úgy, úgy, úgy benyúl a teljes életünkbe, és hogy minden egyes helyzetben ezzel szembesülünk. Tehát, hogy ez az egyik véglet. És hogy ne felejtsük el azért a másik végletet, hogy amikor a szorongás hiányzik teljes mértékben, ez a pszichopátiának az egyik jellemzője, hogy nem szorong az adott személy. Tehát, hogy az is gond, hogyha, hogyha ez, ez tényleg egy ilyen, tehát olyan, mint egy ilyen sűrű köd, ami ránk telepszik, és mindent azon keresztül érzékelünk, de az sem oké, okay, hogyha ez egyáltalán hiányzik, mert hogy akkor nem lesznek korlátok nem lesznek, ugye szabály kezdve, rengeteg minden. Na és ez a nyugtalanság érzet van bennünk, ami, ami ugye akár uh, mindhárom szinten, kognitív szinten, testi szinten, érzelmi szinten uh, létrehozza ezt a fajta szorongást, és ennek, tehát az különbözteti meg a félelemtől, hogy nincs külső oka. Tehát nem egyenlő a félelemmel, Aha. mert hogy a félelemnél ugye van egy külső ok, hogy én megijedek egy kigyótól, vagy megijedek bármitől, és ez a szorongás, ez olyan, mint egy ilyen tehetetlenség érzés. Tehát tehetetlenség plusz a félelem így egyben, amikor végül egyikből lehet a másik anna. Hát lehet, lehet a hogy másik. megijedtél. Csak itt a Igen. filmek kapcsán, ahonnan Igen. indultunk. A szorongás esetében. Tehát te neked nincs semmi befolyásod a történésekre, mert ugye a félelmet akár megszüntetheted uh -huh. azzal, hogy kikapcsolod a tévét, és akkor kimész abból a helyzetből, még egy kicsit félsz, aztán elmúlik, szorongásos tüneté akkor válik, amikor még évek, évtizedek után is neked eszedbe jut az érzés, és az ott van az életedben is, akkor folyamatosan azon gondolkodsz, hogy ja, akkor ezt hogyan tudnám elkerülni. És hát valahogy a testi tünetek szintjén azért vannak hasonlóságok, mert ez a nagyon erős szívdobogás, ami ugye aztán pánikroham, pánik esetén, aztán az, az halálfélelemhez közeli, meg lehet ez az émegy a meakasi fájdalom, a gyomorfájás, az izmoknak a feszültsége, mert olyan, mint hogyha tényleg neked most belekülni kellene vában, a nyakban, a Szédülés, a fáradtságnak az érzése, meg ez a, a izgatottság érzése, nyugtalanság, nagyon sokszor álmatlansággal is társul, vagy rémálmok sorozatával. Tehát szerintem mindenki, amikor ilyen szorongásos időszakokon ment keresztül, az olyan, az álom, az, hogy megdolgozná ezeket az érzéseket. És akkor vannak ezek a visszatérő álmok, ez a zuhansz valahonnan, vagy nekem például emlékszem gyerekként volt ilyen, hogy menekülök, és nem jön ki a hang a torkomon. Szerintem ez a legdurvább érzés, hogy kiáltanás segítségért, de egyszerűen annyira tehetetlen vagy, és talán ez a szorongásnak egy nagyon szép jelképe, hogy, hogy rengetegszer szégyeljük és akkor nem mondjuk el, nem kérünk segítséget, nem fordulunk ugye se önmagunkhoz, se másokhoz, mert azt mondjuk, ó, hát ez olyan gyerekes, és most képzelde el, hogyha kiderülne. Miközben, hogyha statisztikákat megnézzük, mindenkinek voltak szorongásos epizódjai az életében. Tudod, hogy mi erősíti fel szerintem a leg, leginkább? Szerintem a gyász meg a veszteség érzése. Uh -huh. Mert akkor kezdjünk el ugye félni attól, hogy mi van akkor, ha elveszítünk egy kapcsolatot, vagy, vagy, akinek gyereke született. Hát biztos, hogy az első gyereknél sokkal több szorongásos epizódot tapasztalunk meg. Hogy fú, hogy, hogy fogjam a fejét? Ja, hogy pelenkázom? Ú, uh, mi lesz? Elke és, és, akár nem csak kisgyerekkorban, hanem most például az én lányaim érnek abba a korszakba, amikor hát most volt a múlt héten először az, hogy kimentek ketten, a játszótére, sőt, volt még egy olyan epizód, hogy kimentek együtt, és a kutyával, azzal a magyar vislával, amelyik folyamatosan húz, hát azért nem mondja el, hogy mit éltem át. És pont ezen gondolkodtam, hogy vajon a mi szüleink ezt hogy... Tehát, hogy hogy csinálták végig, ugye a kulcsos generáció, apropó generáció közti különbségek, hogy ők dolgozni voltak, és hogy hogy a bánatban nem szorongtak azon, hogy mi mit csinálunk otthon, hát végig is volna a házat, Hát ugye a testvérem, még fehér lepedőn ereszkedtek le az ötödik emeletről, meg biciklisztek a, töm a a tetejének a peremén, meg hát ne, ne is mondjam, mert már attól szorongok, hogy elmondom. <laughs> és valahogy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ma már lehet, hogy a világ is ugye megváltozott körülöttünk, de az a fajta szorongás, hogy fú, akkor most el kell enged a gyerekednek a kezét, és most ki kell őt a világba? Tehát, hogy még a felnőtt gyerekek esetében is szorongunk, hogy, hogy akkor mi lesz vele, és hogy lesz. És persze, hogy természetesen ez az érzés az elején, de az nem oké. Okay, amikor mit tudom én, a 80 éves anyuka szorong a 60 éves fiáért, hogy akkor most vajon meg fog fázni, és felöltözötte, mert hogy ilyen is van. Aha most ugye elmondtad nekünk, hogy milyen formáit különböztetjük meg, ugye a normál szorongást, illetve azt a fajta szorongást, ami, amivel már valamit kezdenünk kell, most nevezzük talán így. Hogyan kerülhetnek ezek a kébe? Most itt éppen egy, egy szülői szorongásról beszélt, egy felnőtt szülő szorongásáról, de mik határozhatják meg azt, hogy, hogy szorongó? Hogy, ugye, lehet -e olyan, mondhatjuk ezt, hogy valaki mondjuk szorongó alkat, vagy ilyen nincs, vagy ezt csak egy jutólag sütjük rá valakire? Hát szorongó alkat, abban, abban az értelmezésben igen, hogy az introvertált személyek sokkal több szorongást tapasztalnak meg, valószínű, emiatt is húzzák meg jobban a, az én határaikat, meg, meg kevésbé Aha. mennek bele ilyen kihívást kereső helyzetekbe, mint az extrovertált, aki lényegében egy kicsit kapcsolódhat, ugye ahhoz, amiről később fogunk beszélni, lehet, hogy ő is fél, de hogy annyira el akarja leplezni ezt a félelmet, hogy akkor nem mutatja, vagy úgy tűnik, mint hogy olyan nagyon bátor lenne, tehát hogy sokkal jobban uralja ezeket a helyzeteket kívül. De valószínű belül az érzések ugyanazok, csak valahogy másképp küzdünk meg velük. Aha. Mert úgy készülés közben én találtam egy cikket, ahol ilyeneket dobtak föl, és igazából ezzel kapcsolatban hogy kíváncsi a véleményedre, hogy például öröklődhet-e szorongásra hajlam családon belül. Tehát lehet -e olyan, hogy mondjuk a mit én, anyuka, nagymama, dédmama alapvetően ilyen szorongó, vagy ilyen ideges típus volt, én nem is tudom, hogy akkor hogy mondjam, majd, majd ebbe kérlek segíts. És ez úgy ezt, ez hozzuk magunkkal egy ilyen transgenerációs puttonyként. Vagy pedig ez mindenképpen úgy alakul ki, hogy mondjuk egy ember kórosan szorongóvá válik, hogy amit szoktunk mondani, visszamegyünk a gyerekkorba, és akkor vannak nagyon kritikus szülők, meg vannak olyan traumák, amik érték, és akkor ezeknek az elkerületetlen útja, hogy ő, ő korában egy ilyen nagyon szorongó ember. Ugye mindig úgy gondolkodom, és ez a családterápiának ugye a rendszer szemlélete, ez nagyon, ugye ott van az én gondolkodás modomban, minden el összefügg, tehát ez a rendszer szemléletnek az alapja. Igen, van uh -huh. olyan, hogy, hogy a szorongásnak a biológiai hátterében van egy genetikai hajlam, és van olyan, hogy tényleg érinti az agyi struktúrákat, hogy van egy ilyen megváltozott működésmód, hogy a hogy, hogy, ez a neurotranszmittereknek a, a termelődése, vagy a szabályozása ez valamilyen módon megváltozik. Tehát, hogy igen, lehet egy uh -huh. ilyen genetikai hajlam. De ugyanez a hajlam találkozik, tehát ugye ez a sérülékenységre való hajlam, találkozik gyerekkori tartós, meg ilyen káros érzelmi hatásokkal. Tehát, hogy mindig rá kell tevődjön valami, ami a környezetből jön. És ennek a következményeként alakul ki felnőtt korban, ugye ez a szorongásos probléma, vagy akár már gyerekkorban. És ezeknek a a kölcsönhatása együttesen vezet ugye a tartós szorongásos problémákhoz. Tehát azt mondod, hogy igazából, ha valaki tartós szorong, akkor kell egy ilyen katalizátor, ami ezt, amiben benne van, úgymond fölgyorsítja, vagy fölerősíti. Igen, igen. És ezek együttese alakítja ki ezt a korképet. Az is nagyon fontos, hogy, hogyha ugye elkezdjük diagnosztizálni saját magunkat, mert ez mindig ott van, elolvasunk egy cikket, egy könyvet, egy, ugye, mm, már mm, mint mm, pszichológusként mi is, amikor tanultuk a klinikai pszichológiát, és ott vannak a tünetek, mindenki fel fog ismerni magában valamit, de hogy ez nem a... Én nem is értem, hogy ti, hogy nem vagytok ilyen pszichohiponderek, én biztos az lennék, hogy ennyit olvasnék, na igen, bocsánat. Hát igen, de hogy pont ezekkel kell megküzdeni, és ezeknek szigorú diagnosztikai kritériumai vannak, hogy megvan ugye a DSM 5, felsorolja ezek a kritériumokat, és akkor megvan, hogy hányból-hány kell teljesüljön ahhoz, hogy, hogy ezt diagnosztizáljuk. Tehát, hogy oda kell egy klinikai pszichológus vagy pszichiáter, aki diagnosztizálja zavarként és akkor megnézzük, uh -huh. hogy, hogy ennek akár a transgenerációsan is lehet bizonyos kiváltott tényezője, de ez még nem a magyarázat pont. Itt van szerintem a csapda helyzet, hogy azt mondjuk, hogy na akkor dédnagy mamám a, a holokauszban szembesült, a, mit tudom én, számos vesztességgel, és akkor ma ezért szorongok én, mert az a dédnagyanyámnak a szorongása. De hogy ahhoz kell legyen nekem is valami, ami rátevődött erre az egészre. Tehát, hogy nagyon fontos, mm -hmm. hogy, hogy ott kell legyenek ezek a külső események is. Tehát, hogy az, az egy alap, amiből kiindul ez az egész, de valami fel kellett erősítse, és ugye visszamenleg nem tudjuk megoldani, elfogadni a dolgokat, hogy mindig a jelenben kell dolgoznom azon, hogy mi az én problémám. Mert ilyenkor nagyon gyakran ilyen, ilyen, hát ilyen áldozathibáztatás, hogy hát végül is az az oka annak, hogy én ma nem tudok a, az életemben jelen lenni, és, hogy na, és akkor végül is dühös lehetek rá, hogy ő miért meg így vagy úgy. Tehát az nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat el kell fogadnunk de hogy ugyanúgy, mint ahogy az energia előre államlik, az én életemben kell megnéznem azokat a helyzeteket, amelyek ugye ezen az alapon kiváltottak valamiért, és hogy nekem azzal kell szembenézni, ami az itt és mostban van. Emlékszel a, a Lukács Lizával közös részünkben, a, amikor a, az éhes lélekről beszéltünk? Ott jött elő egy ilyen konkrét eset, hogy anorexiás nő, és addig vezették vissza, hogy az anorexiában ott volt a, a, a a, a holokauszt áldozat, áldozatság, illetve a, a koncentrációs tábor túlélése, honnan ugye ez az éhezés motivum eredeztethető. De hát nyilván ez egy anorexiás nő számára nem hozott föloldozást, hogy a négy éhezett a, 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 koncentrációs táborban, de segített a, a feldolgozásban. Akit érdekel erről egyébként, Anna is meg Liza is részletesebben beszél ebben az első évadban meghallgatható részben. Emlékszel, Anna, nekem igen, ez igen, nagyon beégett, pont arra a brímerre, amit mondtál. Igen, és ezzel is dolgozni kell, természetesen, de hogy az összes többivel is. Tehát, hogy lényeg az, ez a igen. rendszer szemlélet, pont azt jelenti, hogy minden minden elősszefügg. Tehát, hogy nincs egy ok, és hogy soha ne esünk abba a csapdába, hogy azt mondom, hogy az az oka, és akkor pont ennyi, hanem ez a cirkuláris okság, ez, ez, pont erről szól, hogy, hogy meg kell nézni minden oldalról, a genetikai hajlamtól, a transgenerációs hatásoktól, a gyerekkori élmény, a felnőttkori megküzdés, tehát, hogy ezért vagány ebből a szempontból a családterápia, tehát, hogy én ebben hiszek a rendszer szemléletben, hogy, hogy egy teljesen helikopter perspektívát ad abban, hogy, hogy rálássak önmagamra, és hogy ez ugye a megoldásoknak a, a módját is mutatja, hogy nincs egy jó megoldás, hiszen hány szorongó ember keresi uh -huh. a gurut, aki majd megmondja neki, hogy hogy nem fog szorongani, Best és szem, pont igen. ettől nehéz is, mert hogy azzal együtt, hogy te segítséget kérsz és kapsz, és mondjuk megtanulsz egy relaxációs technikát, vagy ugye kognitív viselkedés terápiára mész, meg stb. Tehát, hogy az önmagában, hogy te egy technikát megtanultál, az még nem garantálja, hogy ez a szorongás csökkenni fog. Tehát ez egy nagyon mély önismereti folyamat meg. Hát szerintem pont úgy, mint a mesékben is, ez a kicsit összekapcsolódik a hős útjával, ez a farkas szemet nézni a sárkányal, és ez is egy gyerekkori játék. Hogy na állod-e valaki tekintetét, hogy ott van ez a, igen, igen. Ez a sárkány, és, és hát ugye soha nem a külső sárkányról beszélünk, hanem a belső sárkányról, hogy de vajon miért élem ezt így meg, vagy miért nagyítom fel ezeket a helyzeteket, vagy miért, miért érzem azt, hogy ennyire nem vagyok. Viszont kitértél rá, és szerintem ez akkor most itt akár a helye és ideje annak, hogy elmondjuk, hogy, hogy igen, ilyen esetben mondjuk egy ilyen beszélgetés mint amit most mi folytatunk, nem pótol szükség esetén egy terápiás munkát. Tehát ez nagyon jó gondolatébresztő, tényleg segít, a, ahogy mondtad, az önismereted mélyítésében, de amikor terápiára van szükség, az akár az ilyen beszélgetés, akár egy cikk, akár egy instaposzt, akár egy videó, egy edukációs videó, nem pótolja a, terápiát, ha erről van szó. És ami baromi fontos, és szerintem szintén kapcsolódik egy korábban már, már vázolt és nagyon-nagyon beugrott nekem most hirtelen egy másik részünk, tudod, melyik a narcizmus. Uh -huh. Amikor arról beszéltünk, és annak kapcsán kezdtünk el beszélni a narcizmusról, hogy ma már ezzel így dobálódzunk, hogy ez ilyen narcisztikus, a nagy pofájuk, és hogy, hogy, mennyire könnyedén használjuk, vagy akár mennyire elővigyázatlanul használjuk azt a kifejezést, ami egyébként egy diagnózis, hogy valakinek narcisztikus személyiség zavara van. És nekem most hirtelen ez ugrott be, amikor a, szorongásról, illetve a szorongás diagnosztizálásáról beszéltél. Hogy talán ez is egy olyan dolog, amit olyan könnyen megállapítunk, hogy olyan-olyan ez gyakran szorong. De hogy, hogy azért ennek is, ahogy mondtad, van egyfajta diagnosztikus háttere. Igen, meg hogy ugye régebb azért nem olvashattunk ennyi mindent, ennyi jelenségről. Tehát, hogy most már végül is akár az Instát, vagy, vagy bármit, a TikTokot kinyitod. Van ott egy olyan pszichológus, aki táncolás közben így, uh, ugye az ujjával egy-egy <laughs> ilyen Aha, mondatot... Igen, igen, igen. igen. Uh, ezzel... Ami egyébként nem feltétlen rossz, igen, tehát hát... ez, ez nem feltétlen baj. Igen, tehát, <laughs> hogy, hogy van egy része, ami, ami maga az informálás, meg az, hogy tudatos legyél, és hogy igen, hogy igen merjél segítséget kérni, meg ez a fajta szenzitizáció, ez nagyon-nagyon jó, de ott van a csapda is, hogy hát, hogyha én annyi mindent tudok, akkor én, én Münchhausen, bár akkor kihúzom magam a hajamtól fogva, és akkor kezelem magam, Égy, meg így. nagyon sokszor Igen. ugye ki okosodnak a kliensek, és már ugyanúgy, ahogy egy családorvos az elmész a ja, kategóriákkal, az azonosítottam magamban ezt és ezt, és ennek az Google a... Doktor. Igen. Meg ez, ez, azért egy nagyon gyakori ilyen helyzet, hogy azt hiszem, hogy attól, mert én elolvastam egy könyvet, vagy egy cikket, vagy, vagy megnéztem Ugye ezekben az Instaposztokban én sokszor azt látom, hogy oké, okay, hogy informatív, de annyira leegyszerűsítő jellegű, hogy azt nem lehet ilyen tíz mondatban, és akkor tíz ilyen új vonással. Uh -huh. Tehát ahhoz tehát sokkal mélyebb tapasztalat kell, és nem biztos, hogy most mindent kell ismerje, mert lehet, hogy ez is, ez pont olyan, mint amikor a az anyuk, aki gyereket vár, megnézi és elolvassa az összes problémát, ami, ami ugye terhesség alatt előjöhet. És akkor már attól Igen. kezd elszorongani, hogy akkor most vajon nála ez érezhető, vagy nem érezhető. És én nagyon szeretem hogy a pszichológiát, meg a terápiát, meg mindent, meg az önismeretet, de hogy ennek is egy túlzott mértéke szerintem ugyanolyan káros, mert hogy az életet azt egyszer meg kell éljem, és utána elemezzem. Tehát, hogy nem tehettem meg azt, hogy én benne vagyok a helyzetben, és akkor elemzem, aha, ez egy szorongásos tünet, tehát felgyorsult a légzésem, légszomjam van, szapor szóval a szívverésem, izzadok. Á, ki vannak pupilláim, ezt is látom. Á, itt van már ez a gombócérzés, meg a bőrpír, meg a remegés, meg a hányinger. Jaj, már vizelés ingerem is van, és izomfeszültségem. Jaj, akkor biztos lesz alvászavarom is, meg étványtalanságom, és, és akkor végül is elveszítem azt a, tehát azt a kapcsolatot azzal az érzésem, mert már annyira kognitív szinten vagyok, és annyira vizsgálom önmagamat, hogy még félni se tudok rendesen, mert már azt is kielemeztem. Tehát ez szerintem egy nagyon meg egy nagy baromi fontos. Egy valami fontos mozdonata volt annak, amit mondtál, egy baromi fontos mozdonata, hogy mondtál tüneteket, amiket abban a pillanatban érzek magamon, és aztán egyszer csak olyanokat kezdtél mondani, hogy biztos, majd fogok. Igen. És ez nekem itt nagyon megragadta a fantáziám, hogy, hogy ez kicsit olyan, mint a, a horoszkóp, hogy egyszerűen nem lehet olyan horoszkópot írni, ami ne teljesen be, mert onnantól, hogy te elmondod annak, aki ebbe hisz, hogy ma a baknak jól indul a napja, oh, mekkora egós vagyok, basszus, rögtön a bakkal Pedig, te mi vagy most Skorpió. ezt a mondani? Mi a, nem most, majd Skorpió. Lésztem. Na, a skorpiónak ma nehéz napja lesz, de a nap második felében találkozik egy rég nem látott baráttal, és igazából lehet, hogy csak annyi történik, hogy valaki, akit tíz éve nem látta, szemben az utcán és köszöntök egymásnak, de azt héten egy fővillan az izzó a fejed, mint az Edison egy. ah, oh, megmondta a horoszkópom, már tehát volt a nagy találkozás. Ez egy picit ilyen önbeteljesítő is, nem? Hogyha az Igen. ember ebbe egyben elóvalja magát. Mert hogy nem önmagában a tünetek, tehát hogy az, hogy vannak tüneteim, az egy dolog, de hogy a szorongás az mindig korlátozza a mindennapi életvitelemet, a társas kapcsolataimat, tehát kapcsolat kapcsolatrendszerben értelmezhető ez az egész, és nem a tüneteknek a felsorolásával. Ez, ez, is nagyon fontos látni. Szeretnénk egy, 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 új vonalat is megnézni a szorongások skánáján amiről azt olvastam, hogy, hogy önálló diagnózisként nem szerepel viszonylag új fogalom, ez az úgynevezett magasan funkcionáló szorongás, vagy ez a magasan funkcionáló szorongó. Te egyébként találkoztál már ezzel, Anna, vagy volt már dolgod de ezzel, vagy szembe jött már neked ez a, ez a fogalom, pszichológusként? Hogy jött szembe? Igen, és szerintem ezt én már azonosítottam saját magamban, de szerintem te is. Egyébként én is, amikor készültem, basszus, Biztos, hogy azért annyira vár... rossz volt. Tudtam, hogy azért választod ezt a témát, mert hogy megérintem. Nem, 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 nem azért, mert egyébként a párom javasolta, hogy Igen. szerinte tök jó, is elküldte el én is, tehát nem ezért választottam, de olyan szarul éreztem magam, amikor készültem, mint az állat. Tehát ez a látszólag nem szorong, de mégis, tehát hogy nekem nagyon hosszú Aha. ilyen időszakom volt, és uh, na nagyon uh, össze voltam kavarodva, hogy uh, hogy igen, tehát nagyon szervezett vagyok, nagyon összeszedett, és hát Aha. a kudarcal azért nem nagyon találkoztam, hanem én amiben beleálltam, azt csináltam, sőt, túl teljesítettem az elvárásokat, és ez a bőven elég, hogy, hogy ez a magasan funkcionális szorongó diagnózis. Hát egy kép jelent meg bennem a, a, a doktorinak a kezdete, amikor kiszálltam Budapesten a bőröndömmel, a keleti pályaudvaron, vagy a nyugati, vagy már nem tudom, hogy hol, és akkor el kellett jutni a pszinapszis helyszínére. Tehát én már attól teljesen kívültam később én, a, aki nem tudok tájékozódni egyedül, vadidegen <laughs> emberek közé, bemenni, aztán leadni a jelentkezésedet a doktoriskába, azt sem tudtam, melyik épület, milyen iratok mit kell csinálni, és egyszerűen úgy éreztem, magamra vagyok hagyva, ugye első generációs értelmiségiként senki nem tud tanácsot adni, hogy na most, tehát anyukám nem adta le ugyanúgy, meg apukám, tehát hogy el volt engedve uh -huh. a kezem, azt se tudtam, hogy mivel kell szembesüljek, azt se tudtam, hogy milyen elvárások vannak, most én ezt fogom teljesíteni, vagy nem, tehát hogy, hogy az a kép, az teljesen ezt az érzi, ez a magasan funkcionál szorongó csinálja, felül a buszra, elmegy, úgy tűnik, mintha ez így zsigerből jönne, de belül hát az a kicsi gyerek az össze van kucorodva a félelemtől, és hogy ezt megélhetjük szerintem, nagyon-nagyon sok élethelyzetben, de ugyanúgy megéltem, amikor először ki kellett állnom ezer ember elé, vagy ugyanúgy megéltem, amikor az első könyvet kellett írni. Tehát szerintem az első, úgymond élethelyzetekben az, és hogyha csinálod és beleállsz, mert az is lehet, mint a hős útjában a hívás visszautasítása. Tehát ez olyan rossz, uh -huh. hogy én inkább megyek haza, hazi jöttem, mondjam meg rám, ne számítsatok. <gül> <gül> ja. Mert igen, visszaszaladhatsz ugyanúgy a komfortzónádba, és azt mondod, ez nem nekem való, ez akkor a szorongás, hogy én ezt nem tudom elviselni, és lehet, hogy még kell egy kis idő, meg még jó néhány hamúbasült pogácsa, mert hányan mondják el azt, hogy akkor megijedtem, de aztán összeszedtem az erőmet, és magam, és, és összeszorítottam a fogam. Ez érdekes, ez az összeszorítani a, a fogad, mert a magasan a funkcionális szorongó, akár nagyon gyakor ez a fogcsikorgatás. Például én is nagyon sokáig csikorgattam uh -huh. a fogaimat éjjel. Nagyon laza voltam, de mondta a amikor mellette aludtam, hogy de te miért csikorgatod annyit a fogad? Mondom, én? Én biztos nem. Hát ez az éjszakai feldolgozása, annak a sok feszültségnek, meg, a, meg hát azért lássuk be... Nagyon sokan kerülünk olyan élethelyzetbe, sőt, amikor először elkezdünk dolgozni. És tehát ez jó értelemben, amikor tényleg van egy vágy benned, hogy te nem akarsz csalódást okozni, uh -huh. hogy te meg akarod jól csinálni. De hát felét a, az elvárásunknak nem is ismered. És főleg, hogyha olyan uh -huh. kedves kollégáid vannak, hogy, hogy még úgy magadra is hagynak ezekkel, hogy na majd csak te találd meg, mert én is kikinlottam, na akkor most kinlódjál te is, vagy összeszövetkeznek uh -huh. ellened. És akkor persze, hogy ott van ez a, ez a mély zsigeri érzés, hogy fú csinálom, de közben belül az a, az a magára hagyott kicsi gyerek ott van, és, és hogy egyszer, mennyire fontos, hogy ezt a belső gyereket megnyugtasson. Erre, erre jó az önismereti folyamat, hogy hogy ezt megtanulod, hogy van a felnőtt funkcionáló éned, és van a gyerek éned. És nagyon sokszor a gyerek éneddel reagálsz, és még mielőtt reagálnál, oda kell fordulni ezek kicsi gyerekhez, és akkor megnyugtatni, megvigasztalni, a felnőtt működésedet erősítgetni. Szeresd, óvd és véd a benned lévő csoda gyereket. Ez az epizód címe, ahol erről részletesebben beszélünk. Na te István, Hoppá! pont ezt mondtad, hogy mostanában már gyengül a memóriád, meg nem emlékszem, most már kapásba felsoroltál három részét, még az egyik hallgatónak még az egyik kérdésére ajánlottál, úgyhogy No, lát, ha lehet, hogy ez a vasárnap délelőtt mégiscsak csak működik, látod, látod, lehet, hogy ez a délelőtt mégiscsak működik. <laughs> Virág <Virágossága. gül> vasárnap. <Virágossága. gül> Tudod, hogy mi volt, ami este volt számomra ebből a magasan funkcionáló ö, szorongásból? Ez Ezt több ö, egymástól független cikk, illetve felület ö, is írta és kiemelte, hogy egyrészt nem jellemző más szorongásos zavarok bénító érzése azoknál, akik ezzel küzdenek. Tehát nincs a, ez, ahogy mondtad, ez a megbénító érzés, hogy nem tudom megcsinálni, mert annyira tartok tőle. Tovább megy, pozitív tünetei azok a viselkedések, amik jelenleg a társadalom által fontosnak és hasznosnak vannak titulálva, amit említettél is. Az, hogy valaki nagyon fókuszált, hogy átlag felett képes teljesíteni, hogy nagyon-nagyon figyel a részletekre például, nagyon sokat előget vagy szerez határidőnaplót, megjön, igaz? Igen. Vagy, vagy társaságkedvelő, Hát ahogy mondtad, hát ezeket kimondjuk, és hát ha valakire ezt jelzőként használjuk, hát az égig emeljük, nem? Hát ennél szebbet nem tudsz neki mondani, hogy te milyen aprólékosan, ügyesen, részletekbe menően jól dolgozol. Te mennyire társasági lény vagy, milyen jó a közeledbe lenni. Nem, hát ennél jobb dolgokat embernek nem tudsz mondani és hogy a magasan funkcionáló szorongóknak, ez egy ilyen tipikus tünete. Igen, Igen, tehát, hogy nem lefagyasztódik ezekben a helyzetekben, ez nagyon fontos különbség, és nem cselekvésre képtelen lesz, hanem pont ez, hogy annyira megpendül, és annyira erőt kap a feladatokhoz, hogy gyakran túl is teljesíti. Tehát például, hogyha mondjuk tényleg attól szorong, hogy nincs amiből kifizetni az albérletet, stb., akkor annyi extra erőfeszítést tesz, hogy még duplán vagy többszörösen is jobban hajt, mintha elvárt lenne. Tehát, hogy elraktározza, mit tudom én, két évre előre menőleg az albérleti pénzt, hogy nehogy véletlenül egy olyan helyzetbe kerüljön, hogy ezzel szembesüljön. Tehát, hogy úgy, úgy, tűnik, hogy ő annyira jó munkaerő, és aztán annyit túlórázik, és annyit dolgozik, de közben ő a saját szorongását csökkenti ezzel. Tehát, hogy nem feltétlenül a teljesítmény orientáció hajtja, hanem a szorongásnak a csökkentés, hát a szociális ivás is erről szól. Hogy ott vagyok egy társaságban, és úgy szorongok, hogy fú, hát iszom egy kicsit, és akkor hogy fellazulok, és akkor már nem fogok annyira szorongani, hogy mi lesz velem ebben a szituációban. Tök érdekes volt, amikor olvastam. Na hát itt vannak a dolgok, amiért nem éreztem jól magam megszeremítesse, amikor készültünk erre hogy fejben minden pillanatát beosztja Igen. a magasan funkcionáló szorongó, sajnálja az időt a pihenésre. Igen. Na hát ez, ez például rám is jellemző volt. Hát én szerintem 20 év alatt aludtam tízet. Tehát az, az összes könyvemet éjszaka írtam, hát a, ugye ez a túlteljesítés, hogy, hogy még nem elég jó, még nem elég jó, még nem lehet kiengedni a kezedből. Tehát ez a perfekcionalizmusnak ez a része, hogy már annyira kizsigereled magad, és én Tényleg tudom, hogy miről beszélek, mert hogy ezt csináltam évekig, és hogy, hogy egészen addig a pontig, ameddig eljutottam, talán édesanyám halála volt ebből a szempontból egy hatalmas fordulópont, és az a mondat, hogy igen, ezt itt csinálhatod, de a maximális élettartam az ilyen 50-60 közé tevődik pont azért, mert egyszerűen elhasználod az összes energiádat, és hogy ezt nem éri meg, tehát, hogy ha te nem vagy önmagaddal olyan viszonyban, amiben tényleg megtiszteled a saját határaidat, hogy nemet tudsz mondani a kihívásokra, és nem könnyű kiszállni, még akkor sem, ha tudod, és még akkor sem, ha már ezer önismereti órát végigcsináltál, egyszer csak megint látod, hogy megint ugyanott vagyok, ugyanott vagyok, ugyanaz van az életemben, és ez egy ilyen hatalmas lépés, amikor azt mondtad, hogy na nem, ezt akkor eddig és ne tovább, és ezt nem is lehet addig változtatni, ameddig ki nem termelődik benned az az egészséges dű, hogy na akkor most itt pontot teszünk mindennek a végére. És ezt meg kell várni. Tehát, hogy add addig nincs változás. Viszont túl sokáig sem érdemes válni, mert hogy azt is olvastam ezzel kapcsolatban, és akkor gyorsan itt a helye meg az ideje, hogy legyünk politikailag korrektek. Ugye Tamás a Dóra tanácsadó szakpszichológus cikkéből szemezgettem, illetve mély levegőt projektnek az Insta oldalán nézegettem erről adatokat, erről a, a, dologról. Szóval, hogy azért túl sokáig sem érdemes válni, mert az több forrás is kiemelte, hogy, a, hogy ennek vannak azért, ahogy mondtad is, fizikai és mentális egészségügyi kockázatai, csak úgy, mint a, a diagnosztizált szorongásnak. Bár ugye ezt kimondtuk többször is, hogy ez, hogy magasan funkcionáló szorongó, olyan értelemben nem egy diagnosztizált szorongás, mint mondjuk a pánikbeteg, vagy mint ahogy mondtad a PTSD szindróma, mert hogy ugye ez a, 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 21. századi mai életvitelünkből fakad, és ugye itt van benne a svéd csavar, hogy amik értékek ebben a, a mindennapi életvitelben, ezek fordulnak önmaguk visszájára. Tudod, mint a madárcsember ember tragédiájában, tudod, ez a, mindenkor minden kor megszüli a maga a hanyatlását, és ebből születik a következő kor, és ha túl sokáig húzzuk ezt, ugye innen, innen indult a kérdés, ennek a kísérő jelensége több fizikai tünet, vagy akár depresszió is lehet. Igen, meg ebben a cikkben volt egy beszámoló, is. az, ami nekem ebből a 29 éves hölgynek a beszámolójából a legjobban tetszett. A példa, hogy hogy érezte magát? Uh, nem, hanem uh, hogy hogy élte az életét, ez a time lapse mód. Amikor tudod a fényképező, tóta, Aha. a videón van az a mód, ahogy uh, tehát, hogy, hogy beteszed felvenni, mit tudom, az egyik jelenetet, és akkor például lepakolod a, kö... a könyvespolcot, és akkor visszapakolod, és akkor ez a gyorsított üzemmódban, hogy igen, mind, igen, úgy igen, történne az élet, és tényleg ez egy nagyon-nagyon ez jó hasonlata ennek, hogy, hogy ez a hajtás hullám, hogy ez a villámgyors, tehát, hogy mindent minden gyorsan csinál, és nem, nem véletlen az, hogy, hogy ez a motoros nyugtalanság, ez a, na, kell valamit, mozog a kezed, lábad, meg a szíved is hevesen. Nekem mert... ez a példa, amit mondtál, hogy mintha motor lenne bennem, és változó intenzitással zúgna, ugye ugyanebben a cikkben volt. Na, nekem ez, ez ragadta meg a fantáziám, amit mondasz te a timelapse-re. és ez tényleg így van, és ameddig nem jutok el a belátásig addig, jobban mondja nekem más, hogy ezt ne csináld, mert tudod, és ez nekem is anyukám nagyon sokszor mondta, ugye, hát anyaként, azért gyerekedet mégis félted, mikor látod, hogy nem alszik, uh -huh. hogy hogy folyamatosan pörők, hogy állandóan ott vannak a kihívások a fejében, tehát, hogy ő attól, anyuk, az én édesem attól szorongott, hogy, hogy akkor mi lesz, hogy én magasan, magasan funkcionáló szorongó vagyok, és hát talán a gyerekeknek is az érkezése, meg nagyon sok minden, ez is ilyen rendszer szemlélet, hogy nagyon sok minden kellett összeérjen ahhoz, és talán az életközé válság is ennek egy nagyon jó katalizátora, hogy, hogy egyszer csak rájössz dolgokra, hogy, hogy, mi a fontos és mi nem. Tehát, hogy azok a dolgok, amikért pörögsz lehet, hogy nem is olyan lényegesek, mint az, hogy na most ott legyél, és inkább esti mesét olvassál, és akkor megenged magadnak az alvás, meg mi lesz akkor, most nem teljesített határidőre, hát semmi, és pont. Tehát, hogy rengeteg minden megérik, és egyszer csak ott lesz ez a felismerés, hogy, hogy most akkor változtatsz valami. Vagy nem tudom, nálad, hol, nálad ez hogy van? Hogy te hogy éled meg? Ott van, hogy hogy már tudom, hogy ezt kell csinálnom. 2023-at úgy búcsúztattam el, hogy még egy ilyen év nem lesz. Tehát ezt, ezt én az agyamban tudtam. És mondod valamit a frisslányoknak. Emlékszel, amit még. Uh beszéltünk közösen, hogy, hogy, szerintem az is egy ilyen nagyon fontos pont, hogy egyszer csak a gyerekek szembesítenek azzal, hogy ez, ez amikor nem Amikor azt mondta a gyerekem egy, egy, egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt, hogy hát igen, apa, te mindig dolgozol, és egy csomó jó dologról lemaradsz, és tudod, ezt mondta akkor, amikor én azt gondoltam, hogy na én most már elkezdtem határokat húzni, na én most már elkezdem ezt így rendbe tenni, és hogy, hogy hogy, oké, hogy a fejedbe ezt irracionalizálod, de aztán, amikor ezt szembe jön egy külső szemlélőtől, aki van annyira őszinte, hogy gyerek perspektívájából ki is mondja, amit gondol endőzetlenül akkor azért ugye az nem tud jól esni. Én egyébként ezzel úgy vagyok, mint a, a dohányzásról, leszokásról, hogy annál hát én évekig szoktam le a cigiről. Én mindig tudtam, hogy majd egy következő, majd nyár végén, majd hasonlók, és nekem ez akkor kezdett működni, és akkor vált be, és ez újra mondom, ismét nem a, a bölcsek a ez csak egy darab módszer, ami nekem működött, hogy hosszú távon kellett meghatároznom a célt. Tehát én mondjuk mit tudom, én már nem emlékszem, hogy mikor szoktam le végleg a cigiről, de, de tudom, hogy akkor meghatároztam, hogy, hogy a, akkor év végén. De ez valamikor nem tudom, tavasszal volt. És az egész évemet tudtam, hogy akkor, mit tudom én, ott leszünk 31-én a másik családnál Sopronban, nézem a tűzjátékot, az elkérő, ott az utolsó cigimet, és akkor az annyi volt. És valahogy így, hogy, hogy hónapokon át treníroztam rá magam, hogy ott majd lesz egy nagy váltás, úgy működött. De előtte, előtte nem, tehát ilyen apám például arra esküdött, hogy egyik napról a másikra. Ő ezt megcsinálta háromszor az életében, nekem az nem ment. Én szégyen szemre a fél doboztigit, aztán kikukáztam, szóval. Na de ha de elméletben mind a kette vagyunk, de ma vasárnap reggel 11 óra van, és itt veszik fel a podcastot, szóval elmélet és a gyakorlat nem talál. Viszont már olyanokat tudok, mint Igen. te, hogy, hogy azt mondom egy nap végén, hogy ott rohadjon meg, nem. Igen. nem, 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 nem. Tehát, hogy nem most olvasni fogok, nem most megnézzünk egy részt a kedvenc sorozatunkból, nem most lefekszem aludni. Igen. Hát szerintem ez Te nagyon fontos már a magasan funkcionális szorongoknál, egy jó jel, hogyha megengeded magadnak, hogy lefeküdj időben, és hogy ne azt mondd, hogy ó, hát az alvás, hát nekem az alvás, az valamilyen fölösleges időpocsák. <laughs> Úri <pocsek>. huncutság. <laughs> az délután alszik, na no, aztán az milyen ember faj lehet. <laughs> Alszom majd a sírba, tudod, azt ez, mondani hogy a magasan funkcionális szorongok. Ez, ez, ez nagyon-nagyon durva mondat, és talán, hogy Hogyha ezt megmerjük kérdőjelezni, ezt az egyetlen egy mondatot, akkor már nagyon sok minden változik, sőt, hát egy kimutatott tény, hogy aki Délután ad magának fél órát, 45 percet a relaxálásra, pihenésre, vagy egyszerűen csak lenni nézni ki a fejéből, átlagosan egy évvel hosszabbítja meg az élettartamát. Tehát, hogy ez konkrétan a fizikai egészséget szempontjából, meg képzel, képzeljük el azt a szervezeted, aki állandóan ebbe az államreakcióban van, hogy na, jön a medve, na, meg kell csinálni. Tehát, hogy nem kerül soha oda, hogy mit tudom én, sétál a természetbe, és az a fú, az a leengedni a gőzt. Ez valaki megélheti a biciklizésben, vagy a Sportban van, aki tényleg abban, hogy forma felhőket nézeget, és tényleg abban, hogy napot tart. Mert azért ez nem véletlen, hogy ez a pizsamanap pont arról szól, hogy, hogy ebben nem kell semmi kötelezőt, amihez nekem kedven van, mert ami is az egész élet arról szól, hogy mindig valamilyen határidőre, valamilyen munkát, és nagyon tökéletesen el kellene végezni. És ebbe ki lehet fáradni. Mondja ezt, aki pizsamában vesz fel Hát Nézd meg, az, ez végül is a kettő. <laughs> Tehát, hogy igen, de szoktuk van egy, egy kis munka, én idő igen. is ez a podcast, ezt mindig. Mondjuk, hát, hogy nekem igen. sokszor, ugye, az, hogy leülök és akkor ezekről beszélgetek, ez egyfajta ilyen mentális igény önmagam számára is, és ezért tartom fontosnak az önfeltárás, bár ez a pszichológiában mindig egy mindig ilyen nagyon vitatott dolog, terápiában. Hát, igen, ezt hogy, hogy egyáltalán lehet-e beszélni, mert sokan, ugye, elméletileg kibeszélik a kérdést, de hogy én hogy vagyok vele, és hogy én ezt, ugye, terapeutaként megoszthatom-e, vagy, vagy lehetek-e transzparensebben, de hogy, hogy én tényleg azt hiszem, hogy Ameddig uh, uh, én magamban nem rendeztem el ezt a kérdést, és ez miért ne lehetne akár egy segítség más számára is, hogy igen, tehát hogy mindannyiunkkal előfordulhatnak dolgok, és hogy vannak utak a megoldásban. Tehát, hogy ez, ez szerintem sik uh, hiteles. De, hogy van, aki szerint ez egy ilyen ördögtől való dolog, hogy a, a pszichológus meg a terapeut az lekehozza a határait, és nem lehet semmiképpen sem transzparens, hát ugye jalom meg popper az én nagy mestereim. Hát ők mindenképpen, ugye ennek az előző verziónak voltak a képviselői, uh -huh. és ma is, hát ő, Jalom is, ugye az összes könyvében pont erről ír a saját élményekről, sőt, hát a legutolsóban a, a feleségéhez való viszonyáról, meg a, ez az egész halálkérdésről, meg az egzisztenciális szorongásokról. Tehát, hogy nekem ez mindig nagyon szimpatikus. Mert hogy szerintem pont a magasan funkcionál szorongó nem fog ezekről beszélni, mert hát mitől fél, és ez egy kicsit az impostor szindróma is, amiről mondtad szintén, hogy beszéljünk, uh -huh. hogy hát le fog bukni, és akkor ki fog derülni, hogy ő nem annyira ügyes, mert hát ő is szorong. Mert hát eddig azt a képet akart eladni, hogy ő mindig nagyon ügyes, és neki ez a dolog. Hát Anna, nagyon-nagyon köszi, hogy erről beszélhettünk, így a rádi jellemző tényleg nyíltsággal őszintességem, mert ez, szerintem ezt nem nagyon lehet másképp megfogni, főleg úgy, hogy ezt többször elhangzott, hogy ennek nincs olyan szakirodalma, mint mondjuk a PTS szindrómának. Hanem tényleg itt, itt most, most, megint jártunk utakon, vagy nyitottunk, ha úgy tetszik, gondolatjeleket, vagy zárójeleket, aztán majd szerintem legyen a, egy kicsit a hallgató dolga is ezt bezárni, nem egy picit mindenki gondolja tovább. Ezt szoktunk mondani, hogy ezeknek a beszélgetéseknek mindig van egy ilyen célja, hogy, hogy gondoljátok ti magatok is tovább, és újra mondjuk, ugye terápiát nyilván ez nem helyettesít de tök jó, hogyha egy picit gondolkodtok rajta, egy picit is így ezzel éltek. És az is nagyon jó, hogyha már szóba került többször a Hősútja. Ú, Anna, te is nagyon profi vagy, mert ezt az áru kapcsolással, -ja. te egy teszel már, be. erről már beszéltünk, ezt majd itt hallgass, vissza ezt majd itt, úgyhogy ez teljesen jó. Ha már szóba került a Hősútja, ugye a Hősútjának a fölvétel pillanatában a harmadik állomásán járunk, Durica Katarina író, újságíró volt a vendégünk a hívás visszautasításában, marha jó beszélgetés volt, nagyon-nagyon élveztem, és készül a negyedik hősútja állomás, járjatok velünk a a ugye Patreonon hosszabb adást kaptok, illetve mindegyikhez kapcsolódik egy önismereti kérdéssor, kapcsolódó epizódhoz kapcsolódó gondolatokkal, idézetekkel, amiket Anna állít össze nekünk, ezután is még egyszer köszi Anna, mert ha nem lenne elég munkád, még ezt magadra húztad idén. <laughs> hát igen. De barom jó, nagyon-nagyon jó, megtakjuk a visszajelzések, úgyhogy tényleg köszönjük szépen. Nektek pedig köszönjük szépen, hogyha értékeltek, föliratkoztok, bármilyen platformon hallgatjátok az és boldogan érteket, és boldogan ajánljátok esetleg másoknak, akik még nem hallgat szolgálták, mert néha ezzel például könyvet is lehet nyerni, aminek a kiküldésével tudjuk, hogy néha egy picit csúsztunk, de mindenkihez odaért még a könyve, aki yeah. eddig nyert, az utolsó két nyertesen kívül, de ők még nagyon frissek, és már szóltunk nekik, hogy ez is úton yeah. van. Úgyhogy köszönjük szépen, Anna, még egyszer ezt a beszélgetést, két hét múlva újra találkozunk. Szia, Anna, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.